Elmúlt egy évben nagyon sok minden történt, én úgy gondolom, az akadémiával is. A legfontosabb dolognak két dolgot említenék meg a Fehér Miklós emléktornát. Újból sikerült elindítani ezt az u 17 nemzetközi tornát jó csapatokkal. Csékovás Lászról tudtuk megemlékezni egy u nemzetközi tornával, tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit újraélesztettük azt a dolgot, ami korábban volt. Sok változás volt nyáron az edzői poszton, egy picit, mint hogyha mindenki a helyére került volna én is bízom benne, hogy mindenki a helyére került. Nyilván volt egy átmeneti időszak tavasszal, nyáron kikristályosodott egy-két dolog, és akkor nyilván új szakmai vezetővel kicsit mindenkit próbáltunk, úgymond, ahogy te is fogalmaztál, helyére tenni. Ez azért volt szükség, mert megpróbáljuk mindenkinek megtalálni azt a pozíciót, amik leginkább hozzá fekszik, és a lehető leghatékonyabb tudja a játékosokat fejleszteni ezáltal bárkivel beszélgetek, mindig az etó stílusról beszélt. Hogy alakult ki ez az etó stílus, amiről elkezdtetek beszélni? Leültetek egymással, megbeszéltétek, megnéztétek, mi az, ami működik, vagy a felnőtt csapathoz kell az etó stílust igazítani mindig? Az etós stílusnak a története azt szerintem régebbre nyúlik vissza. Az, amikor indult ez az akadémia 2007-ben, akkor ültünk le először még én gyerek dolgoztam Csékovás Laci bácsi mellett, és akkor a Liszkai Dezső vezetésével elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mi lehet az az etó stílus. Én most már inkább úgy fogalmazni az etó DNS-e, tehát hogy mi legyen az, ami jellemző ránk nyilván, és akkor oda, oda vezethető vissza ez az egész. Az etó stílus mindenféleképpen azt a klubot jelenti, ahol büszkének kell lenni, hogy ide tartozunk -e ez a klubhoz, ismerni kell a múltat és a hagyományokat, és viszont itt mindig egy eredményes futball volt, itt mindig egy látványosabb futball volt, itt mindig egy támadóbb szellemi futball volt, és ezt mindig a, ma, a mai modern fociba be kell tudni éleszteni, de ettől nem térhetünk el. Itt mindig arra kell biztatni, hogy itt valósítsák meg magukat, legyenek kezdeményezők a játékosok, és ha ez mind-mind működik, tehát a játékosoknak ebben a szellemben tudjuk nevelni, akkor egy etó stílust fogunk látni a pályán, amit két-három mondatban nagyon nehéz megfogalmazni. Sokat segít egyébként a Mindennapi hangulatban az, hogy az első csapat a feljutásért küzd, a lányok pedig a bajnoki címért? Mindenképpen én úgy gondolom, hogy minden klub életében nagyon fontos, hogy az első csapat hol szerepel és hogyan szerepel. Azáltal, hogy sikeres, az nyilván egy pozitívabb légkör tud az egész klubra hozni. Illetve én inkább azt emelném ki, hogy a sikeres szereplés mellett vannak olyan fiatalok, akik itt nőttek föl, és a többi akadémista látja, hogy igenis van út oda bekerülni, független attól, hogy most bízunk benne, hogy nyáron osztályt lépünk, és az MB1-be is lesz lehetőségük szerepelni. Az, hogy például van olyan poszt, ahol mondjuk két akadémista rivalizál, Tóth Rajmund és Wingler László, tehát valamelyik biztos, hogy játszani fog, az, az jó nézni így kívülről, hogy gyakorlatilag ők ilyen szinten megnyerték a bizalmat? Abszolút, ezért sokat dolgoztak én úgy gondolom, de ahogy előbb is mondtuk, ebbe az öltözőbe meg kell nyerni a bizalmat, és ez a pályán fog eldőlni. Ezek a játékosok látják, hogy ők is jók, tudnak segíteni a csapaton, akkor ezt meg tudják az, hogy egy pozitív ketten küzdenek, az egy adott helyzetben jó is lehet. Nekem van egy álmom, hogy egyszer mind a kettő kezdeni fog ebbe a csapat. Rengeteg mérkőzést játszanak a fiatalok, akár még azok is, akik még nem játszanak bajnoki szinten, de a mérkőzéseknek a zöme az nemzetközi mérkőzés, tehát igazából az ETO újra fölkerült a nemzetközi futball térképre. Fontos célkitűzés volt egy évvel ezelőtt, hogy ezt a nemzetközi mérkőzés számot növeljük őszinte leszek, nem gondoltam volna, hogy ilyen mértékben sikerülni fog. Illetve, hogyha most elmondjuk azt, hogy ebbe az évben az utánpótlás csapataink játszottak a Torino ellen, a Benfica ellen, a Milán ellen, az Aston Villa ellen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, visszakerültünk arra a térképre, ahol korábban voltunk, és ami még fontosabb, én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évben Ausztria, vagy a Rapid korábban egy kicsit úgy kezelt minket, hogy jó, jó, hogyha nincsenki, akkor velünk is játszanak. Most miután játszottunk velük, én visszajelzték, hogy minél többet szeretnének velünk játszani. Milyen célokat fogalmazhatunk meg 2024-re? 2024-re a legfőbb cél, ami továbbra is az, hogy az akadémiának minél magasabb legyen produktivitása, minél több játékos tudjunk eljutatni a felnőtt fociba, hogy ott milyen szintre, az én úgy gondolom, hogy sok összetevős történet, de a legnagyobb célkütés, ami mondjuk 23-ra volt, hogy tudjuk meghosszabbítani a kiemelt akadémiai státuszunkat. Ez sikerült, tehát 2024-től továbbra is kiemelt akadémiai státuszban szereplünk, és mondom, az a legnagyobb célkitűzés, hogy a produktivitásunkat még, próba, még jobban próbáljuk növelni. Akkor, amikor visszakerültél ide Győrbe, akkor egy picit nem csak a, az edzői van lett változás, hanem... Ö, úgy látom, hogyha hogy a tudatosabban kialakult volna U15-től egy olyan fajta edzés szemlélet, hogy a pihenőnapoknak is nagyon jobb jelentősége van, illetve az egyes edzésnapoknak megvan a, megvannak a konkrét feladatai. Ez hogy alakult ki? Ahogy mondtam, a játékos próbáljuk a középpontba helyezni, és én lemennék, tehát U7-től így gondolkodunk. A kicsiknél egy olyan periodizációt találtunk egészen U12-ig, ahol Nyugodtan mondhatom, taktika nincs. Egyéni taktika van, de inkább egyéni technika van. 12-13-ben egy kicsit előhozuk a taktikai részt, és nyilván 14-től fölfelé nagyobb hangsúlyt, de a hétköznapokban, heti háromszor az egyén van abszolút fókuszban az edzéseken, tehát nem csapatedzések vannak, hanem olyan típusú edzések, akár technikai, akár posztképzés, akár futballkondi edzés, ahol az egyén van a központban, mert én abba hiszek, mi abban hiszünk, hogy ha jó játékosokat fejlesztjük, azok fognak egy jó csapatot alkotni. Lehet nézni a tabellákat, lehet mondani, hogy előbbre lehetne végezni egy-két csapatunknak, de én azt mondom, hogy az akadémián az eredmény egyértelmű a produktivitás, hogy hány labdarúgó tud megfelelni a felnőtt labdarúgásnak, és ha azt veszük, hogy ebbe a fél évbe hogyha egyénileg lebontom, mik történtek. Az U18-as válogatottba bekerült két olyan játékosunk, aki eddig nem volt utánpótlás válogatott, de mégis olyan teljesítményt tudott nyújtani, ami felkeltette a szövetségi edzők érdeklődését. Vagy hogyha azt mondhatom, hogy volt 6-7 olyan játékos, aki hosszabb, rövidebb időre föl tudott kerülni a felnőtt csapat keretébe, és mindenkiről pozitív a visszajelzés, én azt gondolom, hogy az eredmény az egyértelmű, hogy jó felé haladunk, és ez közrejátszik az UMB 3-as 18,5 átlag érettkorű csapatunk, aki felnőtt bajnokságban szerepel. Igen, lehet valaki azt mondja, hogy persze éppen, hogy bemaradó helyen, de mi próbáljuk ezt felhasználni arra, hogy a következő lépcsőfok meg meglegyen, és ott is már látjuk azokat a játékosokat, akiknek a következő lépcsőfok akár a mi felnőtt csapatunk, vagy akár még magasabb szint.